Így örültek az Árpád gimnázium diákjai az iskola udvarán felavatott tornasátornak. A Tatabányai Intézmény közel 600 tanulója, a heti 5 testnevelés órát így ezentúl fedett helyen, esőtől és széltől védve töltheti. Látszik, hogy ilyen időben mit jelent. Tehát azt, hogy ide tudunk jönni, és esetlegesen 80-100 gyerek tud egyszerre sportolni, miközben kint ugye esik az eső. Hát az elmúlt években a testnevelés órák számának növekedésével beállt az a helyzet, hogy gyakorlatilag a 200 négyzetméteres tornatermünk már nem tudott elég helyet adni. Ezért, ha olyan volt az időjárás, akkor mindig a legnagyobb télben is voltak kint gyerekek az udvaron sportolni. Ha meg esett az eső, vagy szakadt a hó, akkor pedig a folyosókon, a lépcsőkön mindenütt tornáztak a gyerekek. Na most ez valóban szakmai munkának már nem igazán nevezhető. A sátrat, amely korábban a város rendezvény sátra volt, a megyeszékhely önkormányzata bocsátotta a gimnázium rendelkezésére. A város rendezvény sátra eddig sem volt kihasználva a hétvégi időszakban, vagy az évvégi időszakban, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt fixre föl lehet itt állítani, leaszfaltoztuk a pályát, palánkot szereztünk be, megoldottuk a világítást, és látható, hogy ma ugye a melegítőben és jól felöltözve, de sportolásra teljes mértékben alkalmas ez a terem, és nem jön be az az ítéletidő, ami kint van. A sátrat felavató mérkőzés előtt az árpádos lányok mutatták be tánctudásukat, a koreográfiát a pénteki Mikulás kupán is megcsodálhatja majd a közönség. Az új tornasátor első hivatalos összecsapásán az iskola pedagógusai mérték össze erejüket az önkormányzat és a helyi média közös csapatával. A tanárok udvarias vendéglátónak bizonyultak, hiszen csak 4 góllal terhelték meg Schmidt Csaba hálóját, míg az önkormányzat és a média közös együttese összesen 8-szor köszönt be a pedagógusoknak. Óriási volt a hangulat, nagyon tetszett, ahogy dolgoztak a fiúk, mind az önkormányzat, mind a média, és hát természetesen az árpádos tanárok részéről is. Büszke vagyok a helytállásra, igazolja, hogy kikaptunk, de 4 góllal örömet tudtunk szerezni az árpádos diák közösségnek is. Tánc nélkül a mérkőzés közben sem maradtak a közönség tagjai. Az árpádos lányok Mikulás kupára készült góltáncát is itt láthattuk először. A sátoravatón megjelent diákoknak az iskola vezetői forró teával is kedveskedtek, bár vélhetően a fiatalok számára a legnagyobb ajándék maga a sátor, amit hetente mintegy 45 tornaórán használnak majd a tanulók.